A híradóban is volt róla szó, hogy holnap este tartják meg az augusztus 20-áról elhalasztott tűzijátékot. A szervezők igazi családi eseményt ígérnek, több generáció együtt utazhat majd a magyar történelem hőseivel az államalapítástól napjainkig. Egy kisgyermek álma elevenedik meg a nemzetközi színvonalú nagyszabású drónfényfestés és zenei összművészet is sóban, de további részleteket is megtudhatunk talán a következő percekben Titanilla vendégétől. Így van, én már itt faggattam Réti Barnabást, a Budapest Playhouse kreatív konzultánsát és szövegíróját. Jó reggelt! Jó reggelt, üdvözlöm a nézőket is. És az izgalmas részleteket, amiket megtudtam, azt mondjátok, a nézők is megtudják. Szóval idén másodszorra terveztétek ti a tűzijátékot, Már tavaly is egy ilyen történetmesélés volt a, a koncepció, egy történetet mesélt el ez a tűzi és fényjáték, és ezt idén is folytatjátok. Igen, ez így igaz. Mi, mi ehhez értünk, ezt szeretjük csinálni. Iványi Árpád alkotótársammal, barátommal vezetjük a Budapest Playhouse produkciós műhelyt. Színházi előadásokat készítünk elsősorban, de nem áll tőlünk távol semmilyen másfajta történetmesélése, hogy az tavaly bebizonyosodott, amikor először találtuk ki ezt az új formátumot, hogy a tűzijátékot egy, egy dramatizált eseményé emeljük fel, nem, nem csak egy pirotechnikai látványosságá, hanem egy olyan sóvá, ami elmesél tényleg egy történetet, és kicsit emlékeztet minket arra, hogy ez az ünnep mit jelent számunkra, és hogy mi az, amit ünneplünk, és mi az, amire emlékeznünk kell. Az idei sót azt hogyan, mire építettétek fel, milyen alapgondolatra, milyen üzenetre? Az idei sónak az, az volt az alapgondolata, hogy, hogy a ma emberének üzenjünk és a jövő generációinak. Tavaly az államalapításra koncentráltunk magára a kezdetekre, hogy hogy indult el ez az egész, hogy szerveződtek az emberek országá, hogy születik meg egy nemzet, mi, mi az a késztetés, ami arra készteti az embert, hogy identitást találjon magának, értékrendet találjon magának, és idén értelemszerű volt, hogy folytatni akarjuk ezt a történetet azzal, hogy hogy ezt az örökséget adjuk át, hogy, hogy mi történt akkor, mi az örökség, mi az, amiben mai napig kapaszkodni tudunk, még a legnehezebb időkben is, és ez számunkra egyértelmű volt, hogy egyrészt a gyerekeket bevonjuk ebbe a jövő generációját, a jövő magyarjait, illetve kicsit minket is segítsen a mindennapi élet nehézségeiben, és ezt az örökséget ünnepelni tudjuk, és egy felemelő érzést adjunk a, a szeretetnek, az életnek az ünnepét. Ugye egy kisgyerek álma adja majd a keretet, hogyan épül majd fel a só, milyen hosszú lesz, és milyen elemekből áll össze? Igen, ez egy régi, jól bevált formula a költészetben, mesékben, drámákban, amikor egy, amikor egy természet feletti ősi erő megszólítja az embert. Ugye ez a Bibliától kezdve sorolhatnánk, de Kölcsei 20 című verse ihletett engem, Ivány Nyárpádot pedig a Charles Dickens féle karácsonyének, amikor a szellem elvezeti ugye a Scrooge-ot a, a, történetben, és mindig, Ó, kedvencem. és mindig tanít neki valami, valami fontosat, amit ő teljesen megváltozik. Itt arról van szó, hogy, hogy egy kisgyermek elalszik, és a Szent Korona, ami mint az ország szíve jelenik meg egyébként, ami mindannyiunkban ott dobog, megszólítja őt, és elviszi egy utazásra ez a szellem, ez a Szent Koronából kijövő Szent Istváni szellem, és végigviszi az ezer éves magyar történelem különböző pontjain, megmutatja neki, hogy miután ő az országot megalapította, mi várt ránk, és hogy ebből a sok nehézségből és negatívumból is mit tudunk elvinni magunkkal, mi az, ami ami egy tanulság a jövőre nézve, ezek nem csak történelmi tanulságok és nemzeti tanulságok, hanem emberi tanulságok is. Ezért egyébként ilyen szempontból az sem számít, hogy ugyan kellemetlen, hogy elmaradt a tűzijáték a múlt héten, és most egy másik időpontban tartjuk meg, de ez a történet ez mindig aktuális, tehát ez bármelyik nap megünnepelhetnénk az év bármelyik napján. És ott egy hetes lesz az augusztus 20-a, egy <laughs> hétig, van, ünnep, így egy van, hétig így ünnepelünk. Van, így van nekem nagyon tetszett a tavalyi, a tavalyi show, és nagyon elképesztő látványos volt az az optikai, vizuális élmény, tehát amikor a, a kezdő, kezdetkora a parlamentre kivetített fényfestést olyan volt, mint szétesett volna az országház, aztán újra összeáll, a drónokkal felrajzolt Szent Korona és a kereszt, tehát nagyon felemelő volt. Gondolom, idén tovább így ezt. Van, így van, abban bízom, hogy idén ez még látványosabb lesz, és igazi csodát láthatnak majd az emberek. A fényfestést egyébként Besnyő Dániel készítette el idén is és az volt az egyik alapkoncepció, én tavaly jártam a parlamentben, megnéztem a vezetett túrát, amikor a Szent Koronát megmutatják a turistáknak, elvittem külföldi barátaimat, és rám óriási hatással volt az a kép, hogy, hogy, a kupola alatt van a korona, és körülötte a magyar királyok vezetőknek a szobrai, ez egy fantasztikus kép volt, és engem ez annyira megikletett, amikor a szöveget írtam, hogy a Szent Koronát, mint az ország szívét mutassuk be, hogy idén például ez egy kulisszatitok, amit előre elárulok, azzal kezdődik majd a sú, hogy a parlament úgy fog kinyílni, mint egy, mint egy képes könyv, Megfordulnak a tornyai, lebomlanak a falak, bele fogunk látni, és a alatta, kupola alatt a korona fog elénk tárulni és megnövekszik majd. Tehát úgy, mintha egyszerűen átlátnánk a parlament falain, szerintem annyira fantasztikus. Én először, amikor láttam élőben a főpróbán ezt a képet, ahogy ezt a Daniék megcsinálták a parlamentre, ez, ez egy földön túl élmény volt számomra. És annyira hihető az optikai illúzió, csodálatos, amit a grafika el tud érni, és a fényfestés. A főpróbát azt, hogy kell elképzelnünk, hogy. Kive, a, a, a kivetítettétek a parlamentre, vagy ez valamilyen stúdió körülmények között történt? A kivetítjük, természetesen igen. Tehát a, a főpróbán mindig, ami próbálható, a, a történeti és a művészeti rész, nem, nem a tűzi része, mert az ugye az nem próbálható le. Az, azt megpróbáljuk ilyenkor, igen, a hangot, a zenét, a fényfestést, a drónsót, ezek ugye mind időz, időzítve vannak, tehát nagyon fontos, hogy mikor mi jelenik, meg mikor mi szólal meg, a technikait mindent össze kell, hogy tartson, úgyhogy ezt próbáljuk többször is, és általában késői órákban éjszaka, de nagyon sokan kijönnek nyilván bámészkodni, meg videóznak, fényképeket készítenek, ez nagyon izgalmas, hogy az ember elcsípjen valamit abból a, abból a csodából, abból a varázslatból, ami holnap, meg fog születni, és látható lesz. Igen, én, én, imádom ezeket a kulisszatitkokat, és például nagyon érdekel az maga az alkotó folyamat, hogy ezt ti mennyi idő alatt, és hogyan rakjátok össze, vagy raktátok össze? Hát ez pont 9 hónap volt egyébként. <laughs> Tehát a legjobb alkotó folyamat szerintem, vagy a legjobb időtartam, ami alatt valami értékes megszülethet. <laughs> 9 hónap. Tavaly decemberben kezdtünk el dolgozni rajta. Elég, szű, elég szoros határidőkkel, mi Ványi kitaláltuk az idei alapkoncepciót, írtunk egy vázlatot rá, és amikor azt januárban elfogadták, akkor elkezdtük kidolgozni, és akkor én megírtam a szöveget, a Elek Norbert, fantasztikus zeneszerző elkezdett dolgozni azokkal a zenei anyagokkal, amiket összeválogattunk, ugyanígy elkezdték a Novu Kft.-nek a Novo Kft fantasztikus világszínvonalú szakemberei programoznia a rakétáknak a, a kilövését és a színdramaturgiát, mert az is egy fontos dolog, hogy, hogy mit csináltunk talán először olyan tűzijátékot tavaly, amiben szindramaturgia van, tehát nem össze-vissza látunk gyönyörű színeket keveredni, hanem mindig nagyon szigorúan a történethez passzolóan minden fejezetnek van egy külön színvilága, és csak azok a színek jelenhetnek meg az adott fejezetben, és ez mindig elvezet minket valahová, valahonnan, valahová. Szerintem most azok is kedvet kaptak a tűzijátékhoz, akik még sosem érezték, hogy meg kell nézniük. Nagyon szépen köszönjük a és nagyon várjuk a holnap Én estét. Biztosan csodálatos lesz.